A Pápavárosi Televízió 2013. évi munkája során a több ezer forgatás alkalmával számos olyan mondat hangzott el, hol a riportalany, hol pedig a riporter szájából, amely akkor nem kerülhetett adásba, ám szilveszterkor kifejezetten kötelező csokorba szedni ezeket. Meg is tettük. Ja, itt nem hülyéskedünk aztán, hogy szilveszteri műsorba meg. Ami fontos dolog, és hamarosan álljunk meg, mert nem jutott eszembe. Szóval hamarosan aktuális lesz. Nagyszerű. Az említett ügyekben, amelyeket felsoroltál az elején, tehát akkor a városban élőknek is ide kell jönni, nem pedig az önkormányzathoz. Így van. A polgármesteri hivat... A járási hivatal, vagy mi? Vagy csak úgy? Nem tudom, várjál. Mi az, amit egy ilyen kiállításon meg tud magában mutatni egy erdőgazdálkodási cég, hiszen hát erdőt nem lehet ide telepíteni. Jó. Jó, ez majd kimarad, gondolom. Ebből ki? Várjatok egy kicsit. A felszínen a pince szigetelése hány négyzetmétert jelent? Igen. Igen, hát most megpróbáljuk a... szóval némiképp eltérő... Nem. Még ez is vágás. Nem eltérő. Nem, úgy szeretném megfogalmazni, hogy mindenki értse. Nem. De. De az nem fontos. De. Nem sokkal okosabbnak tűnik az ember, hogyha olyat mond, amire így... Mi volt aztán az, ami e felé a műfaj felé vitte, hogy a szokványosnak egyáltalán nem nevezhető különleges alkotásokat hozzon létre? Hát elsőben azt hiszem, hogy igazán akkor lendültem meg, mikor a szerves kémia analitikai vizsgákon és fizika vizsgákon túlestem, és a mikrokozmikus világban olyan fantasztikus vizuális látástartományokat fedeztem fel, és csak 20. századi embernek adott meg, abból is csak azoknak, akik a interdisziplináris határokon masíroznak. Tehát olyan dimenziókat, amit az anyag struktúrái a makrovilág és a mikrovilág együtt igazol vissza az emberben, és amikor tárgyjelet készít, akkor ebben szublimálódnak ezek a vizuális élmények. Mert minden szép, meg ami jó volt a fiatal korukban, az most visszajön az idős korukba azáltal, hogy hallják azokat a dalokat, azt a zenét, hogy arra táncolhatnak, hogy akár szól a zene a háttérbe is beszél. Bocsánat, Orsi, nem történt semmi. Megvan? Megvan. Szerintem jó lesz. Jó lesz. Várj, egy pillanatot, hogyha lehet addig várni. Hogy nézz a bocsánat. Ilyen még úgy sem. Tökéletes. Megvan. Várjatok hozzá. Igen, és akkor igen, bocsánat. Mondom, hogy menet. Az a két kőoszlop, amely a háttérben látható, mire szolgál? Az a két kőoszlop, az téglaoszlop. Bocsánat, nem lehetett kihagyni. Nem kap semmit sem, a Mikulás lánytól. Jó, hát majd a Mikulás bácsitól kapok legfeljebb. Az a két téglaoszlop, az a... Ez jó lesz a szilveszter. A Mikulás lányon elaléltem, igen. Persze, természetesen. Na, akkor újra. Tehát egy napi rendi pont volt, rendkívül gyorsan megtárgyalták, miért lehetett ilyen gyors a döntés, és miről döntöttek? Pápa környéki önkormányzatok feladatellátó intézményének alapító kiratát módosítottuk. Erre azért volt szükség, mert a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Akkor elmondod, aztán majd én alámondom. Vagy mit akarsz mondani? Ezt akartam, ja? Le van írva, azt akartam. Odaadjam a papírt? Tessék, hát a könyv. Na, Gyuri? Tudod így benne? De ne olvasd rám közben, így csak így biztos. Így van. Ja. Nem, mert azt a végén rajtam rögök majd az egészet. Járás. Óriási családi házat kezdtünk el átalakítani közösségi célokra, nem csak közösségi célokra, hanem saját részről például lakhatásra is, de ez most nem tartozik ide, ezt most hülyeséget beszéltem, ugye? Hány induló volt, és közülük hányan jutottak el a mai
nem tudom, megyei előselejtezőbe vagy járási döntőbe, minek kell titulálni helyesen ezt a versenynapot? 17 csapat jelentkezett a versenysorozatra, és most igazából nem 17 jelentkezett. Napirend szavazás, mindenki egyetért. Köszönöm. Nagyon hideg van, nagyon beöltöztünk, előkerültek a sapkák. Gyönyörű haja azért megvan még, ugye? Köszönöm szépen. Szeretné, hogyha levenni a sapkámat? Ez próbálja, ugye? Hogy legyen hiteles az interjú. Oké, rendben, gondoltam. Hát ez csak mert már megijedtünk, hogy hát ha... Igen, megijedtek, hogy hát ha mondjuk benhagyta a parókát a kocsiba. Elfeledtem régen messze, most a hétvégén föléptem egy esküvel. Ne szóljál be. Tehát a nejre el kell készüljön ez az alsó. A Pápai Játékfesztiválra, a Polgár Jenő. Így hívják. No, a Pápai Játékfesztiválra úgy néz ki, hogy ez elkészül, legalábbis az alsó szint, ugyanis itt a Fellner udvarban különböző programok folklorudvar néven fognak zajlani már a játékfesztivál ideje alatt. De már itt volt azért egy komolyabb szakmai siker, mert a zsűri a legjobb komédiás díját adta a társulatnak. Nem neked? Hát, nekem. Igen, ennyi volt? Én feladom. A Rábával kapcsolatban jelenleg milyen hivatalos információk vannak, de előbb mire... Igen. Ez nem olyan vicces, ám egyébként. A borházak szervezése is a ti a platánhoz tartozott, ugye? Ne legyen benne. Mert az csodálatos. Ez az... Most, ahogy így ránéztem, meg lesz a szilveszteri adást, az minden anyagon. Oké, a Pápai Cicege és Bornapok... Szóval a Pápai Cicege és Bornatok napok gasztronómiai kínálatára az étel és ital kínálat szervezésében a Pápai Platán Nonprofit Kft. Oroszlán részt vállalt. Szerda óta itt vannak a szervezők és az itt dolgozók. Mi a tapasztalat így vasárnap este felé? Hétfőn délután érkezett meg az ígért havazás. Azóta a városgondnokságnak a városban, város határában milyen feladatai voltak? Hát igazán, mert nem is tudja, milyen nap van, mert most már január 14-e óta folyamatosan szinte havazunk néhány fél hét, vagy esetleg egy 3/4 hét kivételével, egyfolytában tél van és tél van és tél van. Szervezőként van-e lehetőség arra, hogy a sok munka mellett esetleg a közönséghez hasonlóan egy kicsit mulatni is lehessen? Hát erre itt azért, akik dolgoznak ezen a rendezvényen, olyan sok idejük nincsen, de én úgy gondolom, hogy ők is jól érzik magukat, azért, mert örömmel látják, hogy sokan jönnek hozzájuk, sokan akarják megkóstolni azokat az ételeket és italokat, amiket itt kínálnak, úgyhogy úgy gondolom, hogy őket ez egy kicsit kárpótolja azért, hogy azért ők nagy részt kimaradnak ezekből a jó kis programokból. Köszönöm szépen! A politikai sajtótájékoztatókról és rendezvényekről rendszerint komoly gondolatokat és műsorokat láthatnak viszont nézőink a televízió képernyőkön. Pedig a politikus is ember, sőt néha vicces is. Ezekből a humoros pillanatokból is készítettünk egy összeállítást. A biztonság szempontjából is, én nekem ez volt az első kérdésem, hogy hol őrizzük majd az állampapírokat, meg milyen biztonság lesz, hogy ez pénzbe kerül, és hogy sem. De hát ezek mindenki tudja, én naív, hogy ezek dematerizált papírok, tehát interneten zajlik mindenki, itt a legértékesebb a számítógép. Úgyhogy ilyen szempontból ezzel sincs probléma, tehát gyakorlatilag olyan még a rendszámok is értékesebb elzárásra kerülnek, mint maga dematerizált papírok. Én is látlak benneteket. Valami foszlányokat látok. Köszönöm is. Ja. Hú, mennyi készülék.
Nem álltok ide, vagy vágysz, nem álljatok ide. Félek egyelőre. Szóljatok, ha a technika összeállt, aztán. Ja, majd cserélünk. Az első elem valóban elkészült. Én mikor először láttam, azt hittem, hogy egy újabb pápai várkastély van készülőben, amikor egyre magasabb lett az építmény, de összességében azt kell, hogy mondjam, hogy abba a szép környezetben, ami ott található, most levonva belőle a piacot, egy odavaló exkluzív épületet sikerült oda rittyenteni, hogy a pápaiak szokták mondani. Dolgozzanak is sokat, és honosítsanak is meg szép hagyományokat, mert Unger Tamás alpolgármester úrral pont arról beszélgettünk, hogy minden évvel közelebb kerülünk ahhoz, hogy mi is a Nyugdíjas Egyesület tagságán kezdjünk el gondolkodni. És eljön az idő, amikor egy szervezetnek leszünk majd a tagjai. Úgyhogy mi igen nagy várakozással készülünk erre is. Most olyan fog történni, amit nem vártak ma este déli se, egy szúnyog van a homlokomon. Sikerült kivégeznem. Gondolom, hogy ezt Gulyás Attila beteszem. Azért mégiscsak kérdészett volna ki, hogy egész este így csinálod. Mégiscsak azt gondolták, hogy nem színpadra való a pasi. Mit főztek? Hát én egy fakanalat fogtam, és raktak bele mindenfajta dolgokat a többiek. Ha jól sejtem, akkor gulyás leves lett belőle, és hát remélem, hogy ez valóban így is van. De én még nem kóstoltam meg, úgyhogy csak bízom abban, hogy ez így lett. A pápai kistérségből eddig 93 fő nyitott kincstári számlát, 70 fő Veszprémben, 23 pedig Győrben, és reméljük, hogy ezt meg fogjuk duplázni itt helyben, mert nem kell se Győrbe menni, se Veszprémbe, és ennek még a férfiak is örülnek, mert a megtakarítás bővül, és a győri és veszprémi pláza kiadás pedig csökken. Ahogy ezt már a korábbi években megszokhatták, nem csak a kamera túloldalán állók hibáit állítjuk pellengérre, hanem magunkat is. Hiszen szavakkal bánunk, szavakkal dolgozunk, mégis sokszor a mi bicskánk is beletörik egy-egy mondatba vagy kifejezésbe. Természetesen ezeket is összegyűjtöttük, hogy szilveszterkor bemutathassuk Önöknek. Jó napot kívánok a kedves nézőknek február 12-én kedden. Hamarosan friss hírekkel jelentkezünk, majd hétfői sportösszefoglalónk ismétlését láthatják. Március 9-én Martonvásáron rendezték meg a Seven Star Mentis stílus. Húha, még egyszer. 8 csapat versengett a Farsangi Rögtönzések címet viselő improvizációs fesztivál. Mehet? Osi? Fiatalok. Kilépett, hogy meg a kutya most lépett ki. Hallod? Te, valaki hozzám is beszél, vagy csak ti kint beszélgettek? Azzal azonban, hogy sok-sok ember van az utcákon, az üzletekben, ezzel együtt a rossz szándékú emberek száma is megnövekedhet, hiszen a nagy tömegben a vásárlás izgalmában sokkal egyszerűbb a zsebtolvajok, vagy Csak az a baj, hogy pont én nem hallom, akinek mondod. Várjál. Jaj, Gober. Az NB1-es tekebajnokság 14. fordulójában az Elmax Vasas hazai. De hogy lehet ilyet beírni, hogy hazai pályán lépett pályára? De nem tudom, mert kihúzza a blézeremet, a zsinór, a súlya. Húzd magad azt az asztalt, tenni a sötétben. Van fölös 100 forint, ami veled látható a sinyugodban. Húzd azt az asztalt. Nem jó, akkor nem jó, nem a sötét. Próbálom úgy rakni a kezemet, hogy nem mindig ugyanott legyen, de... Nem fog ott maradni, hát vagy becsiktetem a blúzból. Az lehet. Jó.
akkor meg azt húzza el. Mindjárt. Azt, ami megtalálom a gombot. Megvan. Szombaton délután kezdetét vette a 2013. évi női kistérségi kézilabda bajnokság. Az elmúlt évekhez képest nőtt a csapatok létszáma, így a lebonyolítási rendszer is megváltozott. Lebonyolítási rendszer. Hamarosan híradóval jelentkezünk, majd hétfői sportösszefoglalón következik. 8 összeáll... Nem 8, meg 6. Ja, jó van, 6. Hazai pályán lépett pályára. Az Emaszvasas hazai pályán lépett pályára, mivel ő volt a pályaválasztó. Március 9-én Budapesten rendezték meg a VAKF küzdősport és... Most meg magam a... meg ezzel a küzdősport és harcművész szövetség országos bajnokságával. Úgy, mint bort, búzát, békességet, valamint szeretetet, egészséget, gazdagságot, szerencsét és mindenféle földi jókat megerősítése véget. Én már kocintottam az önök nagyra becsült egészségére. Bujék! Pardon. Bocsánat, elnézést. Ja, ez csak a paraván. Kezdődhet a karaván. Thank you.
A 2013-as esztendő is bővelkedett emlékezetes sporteseményekben, melyekről idén is minden héten beszámoltunk. Stábunk tagjai 52 magazinműsort készítettek, így összesen közel 2400 percben értesülhettek a városunkat érintő friss sporthírekről. Egy hét sport című magazin műsorunk készítése során számos mulatságos jelenet játszódott le a stúdiónkban, vagy épp a forgatási helyszínen. Szilveszter lévén ezekből szemezgettünk. Immáron 23. alkalommal rendezi meg Pápavárosa a nemzetközi teremlabdarúgó. Sikerült! Igen, mondta, hogy nem került be a szilveszteribe, akkor most gyorsan csináltunk egyet. Nem kell, ezt elfelejtetek addigra. Jó. Van a Szerjuku Zenyó Kukumentájkunó Kárta, ha ki tudod mondani, akkor egy sőre meghívlak. Egy fél mondatban már említett. Hát nem kell, de úgy megtekálta az orrom, nem akart. Semmi. Jó, elfogadta a meghívást, és itt lesz Németországból Leinefelde és Schwetzingen csapata, Erdélyből Kovászna és Losa. Kovászna és... Kovászna. És Barót. Akkor elkezdem újból, jó? Bocsánat. Jó, semmi gond. Van egy nagyon szigorú fajta standard, ami igazodik az európai Dominik. Fajta standardhoz. Dominik. Bocsánat. Még egyszer. Belgrádban volt, ahol egy szeminárium zajlott. Arra kinek, hogy mesélj el, miért röksz. Hol vagyunk és mit látunk? Na menj a piros fenébe. Jó. Hát itt vagyunk, itt a természetben. Mit csinálsz? Itt vagyunk a természetben, várjuk a lányokat. Igen, jó, de majd szilveszterre jó lesz. Egyébként a halakra várnak, a sorforgászok. Január 12-én szombaton, 23. alkalommal rendezi meg Pápavárosa a papám. Nemzetközi. Hol tartatok most, és milyen munkát szeretnétek elvégezni a kezdésig? Már nem akartam bele köhögni a monológodba. Állatorvos, nem? Én rágyógyász kardiológus. Bocsánat, csak az orvos. Ez jó. De lehetek. Oké. Az idei borfesztivál számos érdekes és szórakoztató előadást vonultatott fel az 5 nap során. A rendezvény legnépszerűbb előadóinak egyike volt Berec András. A legendás énekes mesemondó több mulatságos és tanulságos mesét hozott el pápára, olyanokat, amelyek a ma emberének mutatnak görbetükröt. Ezek egyikét most újra elővettük. Két favágó a hajnali ködbe ellépett az erdőre, fájét, mert fa még leginkább ott van. A dolgok, ha így haladnak el, nem lesz így örökké. Hajnali ködbe
Kezdik nyesni a fát, zuhan a fa emlén egy stúl, s abban jó kora reggelbe az alkotilok kíváncsi kérdezősködni kezd. Azt mondja a másiknak, hó, te miért nem hordod a files sapkádot, ha? Vágják a fát, délben válaszol a kérdezet. Én azért nem hordom a files sapkámat, hát a múltkor balesetén történt. Vágják a fát, zuhon a fa emlincs túl. Késő délután a szaladó szemű, a kíváncsi kérdezősködni kezd. Neked milyen balesetet történt a múltkor? Vágják a fát, mit szól a fűrész, csapkodik a balajtól. Lapszentület után válaszol a kérdezet. Nekem olyan balesetem, hogy pálinkával kénáltok, s nem hallottam meg. Féltelen beszéd, mondhassátok, ne igazzatok volt. A fényitok koradja meg, amit egy ideje élünk, én jó ideje benne vagyok. Na files sapkát úton útféle ingyen osztogassák, azt se halld meg, ami neked jó. I'm a
A Szó és Képszínpad 2013-ban megnyerte a Gödöllői Improvizációs Fesztivált. A döntőben az ország 11 legjobb csoportja vett részt, s a Pápaiaké lett a Rögtönzések Mesterei cím. A következő percekben is egy szó és kép improvizációt láthatnak, melyet a március 15-i nagy havazás ihletett. Pilbax kávéház. Egy zord téli napon. Talpra, gyerekek, talpra! Talpra, csináljunk valamit! Oh, talpra, magyar! Csörög a telefonom, mi hívnak otthonról? Hi a haza! Idő van. Húha! Gyerekek, itt az idő, valamit csinálnunk kell, mert soha nem jutunk haza. Itt az idő, most vagy soha. Itt maradunk a hófogságában, nem tudunk hazajutni. Fogság? Rabok legyünk? Meg kéne kérdezni, hogy indítanak-e buszjáratokat. Kérdezni? Ez a kérdés? Válasszatok! Esküszöm, ha nem jutok haza. A magyarok istenére, esküszöm? Esküszünk! Hát ne arra, ugye nem akarok itt raboskodni. Én... Hogy rabok tovább? Nem leszünk! Jó, köszönöm, viszhal! Gyerekek! Ez a nap! Ez a cselekvés napja lesz!